Tehát a tökfőzelék. Mi a tökfőzeléket most fagyasztott tökből csináljuk, de ha frissből készül, hát ugyanilyen lesz, sőt még jobb, mert az nyilván nem esik ennyire össze, mint egy fagyasztott, miután az ember kiengedi. Ezt egy kis vajas alapon indítjuk el, vajat olvasztunk, belerakunk egy kis finom vágott hagymát, picit megdíszteljük, és utána rádobjuk a tököt. Pici sót és egy kicsi ecetet rakunk rá azért, hogy ilyen roppanós maradjon a tök, úgy mondjuk, mint egy párolt káposztánál, hogy ne puhuljon meg és ne legyen olyan az állaga, hogy teljesen szétfő, mire az egész kész lesz, mert az ecet az nem engedi megpuhulni utána. Miután ebből pároltuk egy kicsit, hogy már ilyen res puhaságú a tök, akkor utána egy tejfölös habarást készítünk, és ebből a tejfölös habarással szépen behabarjuk. Kaporral lehet még pikánsabbá tenni az ízét, aki nem szereti, az nagyon savanyúra sikerült, egy kis cukorral lehet korrigálni talán.